Nem mi választottuk a TikTokot. A TikTok választott minket. Mielőtt nekiálltunk tartalmakat gyártani a TikTokon, mi nem TikTokoztunk. Legalábbis én nem TikTokoztam. Nem, egyáltalán nem. De sem? Miután meglett a Jim Sulejmán oldal TikTokon, én utána regisztráltam csak. Először azért kezdtünk el videókat gyártani, hogy népszerűsítsük az edzőtermünket, úgyhogy ilyen szakmai videókat raktunk fel a testépítésről, diétáról, versenyzőkről. Aztán kiderült, hogy az nem annyira népszerű, úgyhogy váltottunk a humorra. Az, hogy a politika mennyire fér bele az imidzsünkbe, mi is csak találgatjuk. Szimpatizálunk itt meg ott, de nem érezzük azt, hogy tudnánk hozzátenni most érdemben így a médiában ahhoz, hogy jobb irányba tereljük az embereket, hogy kire szavazzanak, vagy milyen rendszer a jó. Kérdezték, hogy most ugye mi a véleményem Orbán Viktorról, és annyit mondtam, hogy mivel ő az elnök, ugye sportolók vagyunk, és tudjuk, hogy aki nyert, annak gratulálni kell. 4 évig ő az elnök, tehát ha kimész külföldre, ki az elnököd, akkor Orbán Viktor nem fog hazudni. És ugye ennyit mondtam, mert szerintem ezek még olyan dolgok, amik azért tanítják az embereket arra, hogy ha értünk hozzá, ha nem, az én csapatom nyert, vagy nem, attól még tiszteletbe kell tartani. Választások előtt mi szórakozásból én legalábbis azt csinálom mindig, hogy oda megyek valakihez, és megkérdezem tőle, hogy kire szavazol, és csak nézem, hogy mennyire megy fel a vérnyomása. Mert akármennyire is azt tanítják, hogy illik, nem illik, ez azért született meg, mert tiszteletlenek az emberek. A fiam is megkérdeztem, elmentünk szavazni, és kérdezte, hogy miért fülkék vannak, és én azt hangosan mondtam, azért már felnőttek összevesznének, és nevetett egyet. Elég, ha egy ismerősöd van, aki tényleg valamennyire bizalmasod, megkérdezett tőle, hogy kire szavazol, majdnem elsírja magát, hogy ilyet hogy lehet kérdezni. De utána, ha megkérdezném tőle, hogy mondjuk hogy néz ki a feleséged mesztelenül, előbb mondanál. Tehát na, függőséget okoz tartalomgyártóként a TikTok. Jön a siker, jönnek a lájkok, jönnek a számok, aztán amikor nem jönnek, akkor szomorú vagy. A külvilágot már nem annyira érzékeled jól, mert akkora sikert nem ad neked most az, hogy mondjuk a gyereked rajzolt egy szépet, vagy egy jót ettél, mert már minden kevés ahhoz, hogy mondjuk jött 10 000 lájk egy videóra. Frissítettem 3 másodpercenként, mert annyira gyorsan ugrott fel a megtekintés, hogy olyan volt, mintha az ember ugye bedrogozna. Ugye jön a dopamin, jön az, hogy siker. Csak mikor eltelt 1-2 hónap, akkor azt éreztem, hogy már ilyen szorongásaim vannak. Nem tudtam eludni, izzadtam, minden bajom volt. És nem akartam magamnak bevallani, de még akkor is a telefon mellettem volt, és néha ránéztem, hogy kapjak egy kis adagot még. És amikor nem jött úgy a videó, vagy nem sikerült annyira, akkor jött az állapot, amikor a drogos nem kapja meg a drogot. És mondtam, hogy most 1 hét szünet, és nézzük meg, hogy javul-e az egészségi állapot, meg a mentális része a dolgoknak. 3 nap után visszatértem az életbe. A TikToknak köszönhető népszerűség az, hogy felismernek minket az utcán, vagy hogy plázákban utánunk jönnek. Általában ezeket pozitívan szoktuk fogadni. Van egy pár olyan ember, aki viszont elég tiszteletlen. Van, amikor mondjuk nem figyelek oda, és hátulról fut felém valaki, és megböki a vállam, úgy megijedek, mert hát nem arra számít az, mikor egyedül sétálsz valahol. Meg amikor az étterembe eszed a hamburgert, és a majonéz folyik rá a szádra, próbáld letörölni, és az arcodba áll egy ember, hogy akkor egy fotó. És mondom, hogy így. Vannak olyan kommentek, amik érzékeny pontokat érintenek nálunk is, de hát ezeket is tudni kell kezelni. Ugyanúgy kezdtem el megválaszolni a videókat, mintha egy ismerősömnek válaszolnám meg. Aztán ez népszerű lett, mert tetszett az embereknek, hogy nem az atipikus válaszreakció van a negatív dolgokra, egy másik negatív komment vagy válasz, hanem semlegesítése van a rossz indulatnak ezekbe a videókban. Van olyan komment, ami megmaradt nekem, az egyik az, hogy Szuli, te vagy az apám. Ott azért egy pillanatra elgondolkodtam. A gyerekeimnek nem engedném, hogy indítsanak TikTok csatornát. Ugye a Dudi, a fiúk 9 éves, a Bibike meg 7 éves. 1 éve kezdtük el komolyabban a Bálinttal csinálni, és mindjárt 400 000 követő van, meg mindenhol megismernek. Még mi se tudjuk feldolgozni, nemhogy egy 9 éves gyerek. Én nem engedném. Meg nem akarom, hogy a Dudi híresebb legyen nálam. A magánéletünkben teljesen másak vagyunk, mint a TikTokon. Az emberek azt hiszik, hogy valamilyen klasszikus séma alapján élünk, meg hogy azt követjük, és amikor kiderül, hogy mondjuk mi is szoktunk otthon főzni. Én is szoktam. Igen, akkor nem tudják hova tenni ezt az egészet. A Bálint is csak koktélt iszik, ilyen édes lötyöket, és elfogadtak ugyanúgy. Pinyakoláda.
Nekem van egy kialakult saját világom, és én nagyon szeretek kiesni az ilyen kategóriákból, mert mint tényleg úgy van egy olyan videó, ahol festi a lányom a körmömet, és van olyan videó, ahol azt mondom, hogy mondjuk igenis egy nő főzzön, mosson, takarítson. Van amelyiknek a fele vicc, van amelyiknek a háromnegyede, én inkább meghallgatom a páromat, és a videók alapján szerintem nem ez jönne le TikTokon, hanem inkább az, hogy én csak bezavarom a konyhába, hogy akkor most dobjon össze egy szendvicset. Sokszor figurázzuk ki az ilyen férfiasságról szóló sztereotípiákat. Testépítéssel foglalkozunk, ami valamennyire a tesztoszteron, a férfi hormonról szól. Izmosabbak legyünk, nagyobbak legyünk. Erősebbek legyünk, igen. Furcsa lehet először, tényleg van egy ilyen összeférhetetlenség, hogy ha ennyire kifigurázzátok azt, aki nagyon férfi akar lenni, akkor miért kell nektek ennyit gyúrni? Úgy gondolom, hogy pszichológusra van szükségünk. Van baj a fejünkbe. Mármint a Bálintnak nekem nem, én jól vagyok. Na. Miért vagy velem?